Gyermekek kihasználása miatt állítottak elő két férfit a rendőrök ócsán. A gyanú szerint napi 10-12 órában dolgoztatták több építkezésen is a kiskorúakat. A szállásuk egy igénytelen koszos melléképületben volt, ami eredetileg házi állatok tartására készült. Az egyik gyanúsított ellen emberkereskedelem, lopás és garázdaság miatt öt elfogató parancs volt már érvényben. Rendőrség, jó reggelt! Még múlt hétfőn hajnalban lepték meg a rendőrök azt a két vállalkozót, akik alacsony bérért, nehéz sorsú dolgoztattak. A gyanú szerint napi 10-12 órában különféle segédmunkákkal bízták meg a fiatalokat több vidéki és fővárosi építkezésen. A megterhelő fizikai munkáért pedig két hetente csupán 90 ezer forintot kaptak. A szállásuk egy zsúfolt, koszos, kisméretű szoba volt, ami korábban házi állatok tartására épült. Az emeletes ágyakon igénytelen szivacsok, a földön pedig szinte mindenhol régi holmik és mosatlan tálak voltak. A tinédzserek ételt és italt sem kaptak, mindenről maguknak kellett gondoskodniuk, ráadásul pihenőidőt és munkaszerződést sem kaptak. A gyermekek munkaszerződést nem láttak, a kötelezően előírt pihenőidőről sem hallottak, ellátásukra maguknak kellett gondoskodni. A gyermekek nem láttak, a problémát a jelenlegi helyzetükben, hiszen munkabért is kaptak, letoltak 10-12 órát, aludni is volt hol. Volt olyan fiatal, aki viszont elmesélte szüleinek, hogy miket élt át. A rendőrséget ezután már a szülők értesítették. A gyanú szerint a két férfi a gyerekeket kihasználva jóval nagyobb haszonnal tudta elvégezni az építkezési munkákat, a munkajogi szabályokat pedig nem tartották be. Nem lehet sem gyerekeket, sem nőket, sem hátrányos soros embereket kihasználni azért, hogy más ebből előnyt szerezzen vagy előnyt kovácsoljon. Ebben az esetben is ez történt, hiszen mély szegénységben élő gyerekeket hoztak fel. A két férfit emberkereskedelem és kényszermunkabüntettével gyanúsították meg, ők azonban tagadták a bűnösségüket. Az idősebb gyanúsítottat viszont már letartóztatta a bíróság, ugyanis emberkereskedelem, lopás és garázdaság miatt öt elfogató parancs volt ellen érvényben.